Georg Braulik, a könyv szerzője, véleményem szerint Közép-Európának a legnagyobb, egyik legnagyobb teológusa, és talán legjelentősebb ószövetség tudósa. Egész életét a Másod törvénykönyv és tágabb környezete, Mózes öt könyve, azaz a Tóra tanulmányozásának szentelte. Nagyon aktuálisnak érzem ezt a könyvet, mert ma az egyházban is, meg talán a bennünket körülvevő világban is él az a kérdés, hogy mit kezdjünk az Ószövetséggel. Van egyfajta látens, néha megnyitott távolságtartás az Ószövetséggel kapcsolatban, mint hogyha azt gondolnánk, hogy Jézus Krisztusban a szövetség beteljesedésében már minden a miénk, és nincsen szükségünk az Ószövetségre. Valójában az Ószövetség Jézusnak a Bibliája volt, és az Ószövetségnek a középpontját, Mózes öt könyvét Jézus maga is nagyon-nagyon komolyan vette. Georg Braulik könyve azt keresi, hogy a mai keresztények spiritualitásában és teológiájában, azaz saját egyéni hívő életében és tudományos reflexiójában hol van a helye az Ószövetségnek. Miközben tehát a liturgiával kapcsolatban egészen aktuális és speciális kérdéseket tesz föl, mégiscsak ugyanaz a elkötelezettsége és meggyőződése jön át, amely az Ószövetségről szóló írásait is áthatja. Tudnélik, hogy az Ószövetséget, a Tórát az egyházban nem lehet félretenni, hanem nélkülözhetetlen szent szövegek ezek, amelyek nélkül Jézus, de akár a saját mai liturgiánk is érthetetlen és üres.